A rossz idő ellenére is vidáman melegítenek ezek a futni készülő gyerekek és felnőttek. Az immár ötödjére megrendezett gátfutásra érkeztek szombaton Tiszabercerre. Nem kellett sokáig várniuk a rajtra, de ott már külön korosztályonként eredtek futásnak. Amint egy 150 részevő közül a legkisebb 2,5, míg a legidősebb 68 éves volt. Őket természetesen külön is értékelték. A felső tagozatosoknál ez a fiú lett az első. Egy éve kezdtem el futni, hát olyan 2-3 hetente részt veszek futóversenyeken, főleg nyáron, akadályversenyeken is. 3, 2, 1, rajt! Többször elsült a rajtpisztoly a délelőtt folyamán, a legrövidebb táv 500 méteres, a leghosszabb pedig 10 kilométeres volt. A versenyzők között többen voltak a szervező Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóságtól, sokan nem is egyedül érkeztek. 3 unokám van, 3 fiúnokám. Az előző évben a nagy már az ovis futamba futott. A kicsik, hát most még korengedménnyel, mert még nem óvisok, de azért egy kicsit kocogtak, és tavaly egy babakocsival futottam velük. Ezt most még egyszer megpróbálom. Most már kockázatos a dolog, mert igen mozgékonyak, és van benne bizonytalanság, hogy végigbírják-e a távot. A Tiszabercaligát koronáján megrendezett eseményt annak idején azzal a céllal hívták életre, hogy felhívják a figyelmet a vízügyi ágazat helyzetére és a gátőrök szerepére. Az évek során pedig egyre többen álltak befutni a civil társadalomból a vízügyi dolgozók mellé. Ennek azért is örülnek a szervezők, mert sokan nem is tudják, hogy utóbbiak mivel foglalkoznak a mindennapok során. A vízügyes dolgozók, a mi kollégáink elsősorban az ár- és bejegyzőidekezéssel foglalkoznak, illetve az utóbbi időben újabb feladat jelentkezett, az aszálykezelés kérdése is, és békeidőben felkészülünk a káresemények elhárítására, vagy pontosabban az árvizek és a bejegyzők mérséklésére. Ez a fenntartási munkákat foglalja magába, és védekezéskor pedig természetesen ellátjuk a védekezési feladatokat a létesítményeinken. Az egyik ismert sportszeráruház már évek óta támogatja a verseny megrendezését, ezúttal is többen érkeztek a nyíregyházi egységből, akik meg is mérettették magukat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a sportolásnak az örömét el tudjuk juttatni a lehető legtöbb ember számára, és emellett nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt fenntartató módon tegyük. Tehát kimondottan fontos az, hogy a természetre, annak a védelmére felhívjuk a figyelmet, és hát ez a rendezvény erről szól minden évben. Így ebben az évben is ezért jöttünk a rendezvényre. A helyszín jelentősége mellett sem lehet elmenni szó nélkül, hiszen a gát szomszédságában egy több mint 100 éves műemlék szivattyú telepál, amelyet szombaton idegenvezetés mellett lehetett megtekinteni. Volt miről mesélni, számos érdekes történet kötődik ugyanis a létesítményhez. A második világháborús idejét az építkezés után, üzemelés közben, és a nagy kémény tájékozódási pontnak használták, ezért egy vízügyi tüzér kilőtte a kéményt, és 45 ősz tavaszán már újra is építették, tehát le volt tombol az egész kémény, és újra kellett építeni. A gépeket egyébként 2-3 hónapos karbantartás után be lehetne üzemelni, annak idején ugyanis működőképes állapotban állították le őket. Mint megtudtuk, hamarosan felújítják az épületet, és állandó nyitvatartással várják majd a látogatókat.